Az új lebonyolítási rend szerint három csoportban küzdenek a csapatok az alapszakaszban a női amatőr nemzeti bajnokságban. A nyíregyházi kosársuli a piros csoportba kapott besorolást. A nyitófordulóban az NKS két korábbi magas embere, Farkasinszki Orsolya és Pál Vivien nélkül utazott Kecskemétre. Az első negyedet 7 ponttal a vendégek nyerték, a második 10 perc 3 ponttal a hazaiaké lett. Nagy szünet után növelték előnyüket a nyíregyháziak, és bár a záró negyedben igyekezett zárkózni a Kecskemét, 5 pontot meg tudott őrizni előnyéből Farkasinszki Gyuláni együttese. Próbáltuk megnézni azt, hogy mely összeállításban és mely szerkezettel vagyunk a leghatékonyabbak, és érdekes módon, ugye, aminek mi sosem működik, és sosem tudunk vele mérkőzést nyerni, a 2-3 zóna, ez hozta meg a csodát, ez hozta meg a változást, és itt ennél a védekezésnél sikerült egy akkora előnyre szert tennünk, amivel ugye a végjátékban kitartott, és sikerült megnyerni ezt a mérkőzést. Megmondom őszintén, hogy ez egy ilyen kaotikus állapotú mérkőzés volt, ugye az ellenfél 40 percen keresztül egész Pásztár támadással dolgozott, ők itt váltogatták az emberfogást és a zóna letámadást, ami azért helyek közel jól tudtunk megoldani. Inkább a nagyobb gond és a probléma az volt, hogy nem tudtuk kintről értékesíteni a helyzeteinket, tehát a kinti dobó százalékunk az egy ilyen minimális sikeredben 12-ből 2-3 pontot sikerült bedobnunk, ami én úgy gondolom, hogy azért az előző évekhez képest ez egy nagyon rossz teljesítménynek mondható. A nyíregyházi kosársuli a következő fordulóban azt a Szolnokot fogadja, amelyik a DVTK U23-as csapata elleni egypontos győzelemmel kezdte a szezont. A Szolnok az hasonló játék stílus képvisel, neki is az aránylag sokot utánpótláskorú játékosa van, ami azt jelenti, hogy ők is megpróbálnak folyamatosan a mélységi betöréseket, abból a kiosztásokat. Ugye azt jelenti, hogy ez nagyon könnyen össze lehet gyűjteni a fautokat, és ugye abból lehetnek a gondok és problémák, de szerintem nem képvisel akkora játékerőt a Szolnok, mint a Kecskemét, meg a másik az, hogy hazai pályán vagyunk, és hazai pályán azért csak jelenik bedobni a külső dobásokat is, aztán bízunk benne, hogy azért egy hét gyakorlás után azért a szerkezetén is sikerül annyit alakítanunk, hogy már a palánk alatti helyzeteinket és a palánk alatti dolgainkat is meg tudjuk úgy oldani, hogy ebből eredményesek lehetünk. A nyíregyházi kosársuli Szolnok mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában.